Te fel, a legfiatalabb Széchenyi fiú egy bájos széltoló. Gróf Széchenyi István életének legfontosabb pillanatai elevenednek meg Bereményi Géza monumentális történelmi filmében, a Hídemberben. Az alkotás operatőre Kardos Sándor volt, aki a magyar kísérleti filmek határozó alakjaként vált ismerté. A Kossuth és Balázs Béla díjas operatőr-rendező olyan filmek elkészítésében közreműködött, mint az Eldorado vagy az Egészséges erotika. Kardos Sándor életműve elismeréseként ma nemzetművész a díjat vehetett át. Ritkán fordul elő velem, de meg vagyok hatva az a helyzet. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő. Nemzetművészet címmel tüntették ki idén Kévés György Kossuth és Ybl díjas építészt, valamint Lakner László Kossuth díjas festő és grafikus művészt is. Mától szintén a nemzetművészet cím birtokosa Zsurávszki Zoltán Kossuth díjas táncművész és koreográfus, aki dramatikus táncszínházi produkcióit az autentikus néptáncokra építve hozza létre. Köszönöm ezt odafigyelést a táncművészet szempontjából, a néptáncművészet szempontjából, a közös művészi munkánk eredményét én is hozzá tudok ezt tenni. A nemzetművészet díjat azok érdemlik ki, akik kimagasló életművet, más szóval remek művek egész sorát hozták létre, hangsúlyozta a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy az évek során e mostanit megelőző immár 7 alkalommal összesen több, mint 100 nemzetművészeti díjat adhattunk át, építőművészet, filmművészet, fotoművészet, iparművészet, irodalom, képzőművészet, népművészet, színházművészet, táncművészet és zeneművészet területén. Ilyen módon szerettük volna kifejezni hálánkat és megbecsülésünket ezekért a kivételes, nemzetközileg is magas szinten elismert életművekért. Magyarországon ma a kultúra stratégiai fontosságú ágazat, erről már a kultúráért felelős államtitkár beszélt a díjátadón. Kiemelt cél, hogy az elért eredmények megtartása mellett lendületet tartsunk a kulturális életben. Nyakunkon vannak azok a globális fenyegetések, amelyek egyre nyugtalanítóbb mértéket öltve rúgják rá az ajtót nemzeti kultúránkra, fiataljaink identitására és lelki-szellemi fejlődésükre. Arra a globális értékválságra gondolunk, amely a multikulturalizmus jegyében teret enged romboló és értéktagadó ideológiáknak önfeladáson, önsorsrontáson és destrukción alapuló eszméknek, és tudatosan pusztít mindent, ami hagyományőrző, nemzeti vagy keresztény. A Nemzetművészeti Díjat 2013-ban alapították a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére. A kitüntető címet egy időben legfeljebb 70-en viselhetik.